2.2-t nézitek, a képen pedig a HP OfficeJet Pro 8600-as multifunkciós színes nyomtatót látjátok. Ezen fogjuk bemutatni, milyen sebességgel tud a gép fénymásolni színesben, illetve fekete-fehérben. Van egy hagyományos fekete szövegünk, valamint egy színes képünk egy kb. Negyed A4-es oldalon. Ezt a kettőt fogjuk lemásoltatni. Ahogy betöltöttem a papírt, rögtön jelez is a nyomtató, hogy érzékelt egy lapot a tálcán, és el is indítjuk a fénymásolást. Most kezdi el a fekete papírlapot behúzni, amelyel egy időben el is indul a másik oldalon a nyomtatásra szánt papír. Ezt követően pedig már húzza is a színes papírlapot. Össze is hasonlítjuk a nyomtatott, illetve fénymásolt papírt. Tulajdonképpen a fekete-fehérnél alig érződik különbség, mind a kettőn élesek a betűk, talán egy picit vastagabbak a másolt lapon. És most pedig nézzük a színest, itt az eredeti, alul pedig lesz a fénymásolt. Nagyon sok különbség igazából ezek között sincs, talán egy nagyon minimálisan fakóbb lett a fénymásolt kép, de ez természetes. A színek azok nagyjából helytállóak, már ha csak itt mondjuk az ikonokat nézzük meg a fotón. Ez volt tehát a HP OfficeJet Pro 8600-as nyomtató fénymásolásának sebessége. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n, sziasztok!